kérést. Én pszichiáter vagyok, és azon kevés pszichiáterek közé tartozok, akik a lélek fogalmát véresen komolyan veszik. Miért? Pszichológusok közül vannak sokan. Ismerek sok transpersonális pszichológust. Transpersonális pszichiátert magamon kívül nem ismerek idehaza. Lehet, hogy van, de nagyon jól elbújunk, és nem merünk előbújni. Ennek oka lehet, többek között talán az is, hogy idestóval 10 éve adtam elő a szakmámnak egy olyan előadást, hogy lélekvesztett lélekgyógyászat. Most nagyon faramúci a helyzet, mert ha visszanézek az elmúlt 10 évre, a szakmámban, pszichiátriáról és pszichofarmakológiáról van szó, a szakmai konferenciák, szimpóziumok, gyakran a gyárak által szponzorált szimpóziumoknak is, közel egyharmadába, legalább egy előadás címében, de gyakran az egész konferencia címében ott van a lélek. Igen ám, de érek azzal a gyanúperrel, hogy kollégáim számára a lélek az egy szép nosztalgikus szó, semmi többet nem jelent, mert ilyen címek, tehát mit üzen a test a léleknek, vagy a lélek a testnek, a lélek szerep a gyűlöletbe, stb. De mint látni fogják, számomra a lélek sokkal több. Próbáltam cikkezni is róla, az egyik gondolatvonalon megtalálható László Ervin World Futures folyóiratában a lélek fürtjéről, akkor a másik gondolatvonal a kvantum fizikai vonal, a Neuroquantology című folyóiratban, mert hogy is lépjünk továbbra, tehát én beszeretném mutatni azt, hogy a lélek felfogásában egy hármasság figyelhető meg, és ez a hármasság a legeredetibb koncepció, mert a természeti népek koncepciában, a lélek felfogásában ez a hármasság nagyon elterjedt, körülbelül ugyanannyira, mint a világ hármassága. Mindenki, aki ismeri a sámanizmust, tudja, hogy a sámáni világkép 3 rétegű, kivételek mindig vannak, ismeri olyan törzseket, ahol nem 3, hanem 12, stb. Ugyanaz volt a megfigyelésem, amit leközöltem a World Futures-be, hogy találni kivételeket, hogy némelyik törzsnél 4, némelyiknél meg 6 a lélek koncepció, de ugyanakkor tetten érhető, hogy az a 4 meg 6 is valahogy erre a 3-ra visszavezethető. És azért hangsúlyozom a természeti népek lélekfelfogását, mert a civilizáció, és itt most elsősorban sámáni, precivilizációs kultúrákra gondolok, mert utána a civilizációknál kulturális rárakódások már nagyban változtatják. Tudjuk Egyiptomban 8-9, Mezopotámiában ott egy kicsit homályos hagymány, némelyik kínai felfogás 2-ről említ, tehát valahogy már módosult az a dolog, ami valószínűleg egy sámáni hagyományban eredetileg 3-ból indult. A másik fontos gondolata ennek a cikkemnek az az volt, hogy az európai kultúrában, ugye Pitagorasz révén került be a lélek hármasságnak. Ki volt Pitagorasz, a matematika atya? Meg tudnánk nekem mondani azt, hogy Iatromantis, az mit jelentett görögül? Arisztotelész leírja, hogy Pitagorasz a matematika atya, Iatromantis volt. Iatromantis, segítek! Iatromantisnak tartották azt a csodagyógyítót, aki beszél az állatokkal és a növényekkel, és időnként több helyen egy időben látják. Hát ezt a mai napon sámánnak hívtuk volna, matematika atya. Szóval Pitagorasz feltétlenül a szkítáktól, tehát egy sámáni kultúrától hozhatta ezt be, de nem is ez a lényeg, hogy honnan ered, hanem mi lett a következménye. Beemelve az európai kultúrába elkezdtünk spekulálni rajta, és teljesen el is szúrtuk, úgyhogy a nyugati mentalitásból meglehetősen kiesett. Miért szúrtuk el? Mert hangsúlyozom, és előadásom nagy része erről fog szólni, a természeti népeknek élmény szinten jelenik ez meg, mert egy bizonyos megismerési mód, amit a nyugat nagymértékben elfelejtett, annak a segítségével ők ebből direkt információt kaptak, nem spekuláltak.
Ugye Pitagorasz után Plátó, Plátonnál még a halhatatlan lélek még úgy ott volt, Arisztotelésznél az már teljesen elveszett, és aztán eljutunk Galénuszig, aki már szervekbe rakja be a három lelket, tehát mind-mind spekulációról van szó. Nem csak ebben az előadásomban, hanem a spiritualitással, transzpersonalitással való előadásaimban állandóan ez a kérdésfelvetés lebeg a háttérben, hogy miért van az, hogy lélek, szellem, újjászületés, ez állandóan visszatér különböző kultúrákból, és a elterjedt tudományos szemlélet ellenére ezeket én nem csak vágyteljesítő fantáziáknak tartom, nem csak a egoszétes és halálfélelem elleni elhárító mechanizmus, és ja, ha még nem jöttek rá, lehet, hogy nem is fog kiderülni, tehát én valamiképpen tudós vagyok, farmakológus, lehet, hogy nem fog kiderülni, de én azt vallom, hogy ha a nyugati gondolkodás annyira szkeptikus, önmagával szemben is legyen az, valahányszor ezekről a gondolataimról én beszélek, nálam nagyobb tudósokkal, ja, könnyű olyat találni, akkor a szkepszisnek különböző formáit látom rajtuk. A leggyakoribb szkepszis forma az, hogy az általam elég terített információ halmazhoz nincs meg nekik az a háttér információháló, amin az általam nyújtott adatok úgy fennakadnának. Nem tudja kötni semmihez, ezért úgy végigesik rajta, meg se érinti, úgy néz rám, mint aki hülyét lát. Na, ezért már hozzá vagyok szokva, úgyhogy ez megy. Ritkán találkozom azzal a szkepszissel, amikinek olyan finom az információs hálózata, hogy azonnal meglátja, hogy az enyémben hol van a probléma, és ezért nem fogadja el. Ez a ritkább. Na, aztán az is nagyon gyakori, önök is ezt biztos ismerik, amely kapásból az ellenkezőjét mondja, térdreflexzerűen. Hát ez nem szkepszis, ugye, tehát ezt én nem veszem be, ez marhaság. Tehát, és a legtöbb szkepszis elfelejti, hogy eredetileg mi volt a ógörög szkeptikus filozófia lényege, elhalasztani a döntést. Úgyhogy ezek az uralkodó prekoncepciók, amikkel kapcsolatban szkeptikus vagyok, és nem is tudnám a lélek koncepciót, pláne a lélek hármasságot értelmezni ezen a prekoncepció kereten belül, és ugye csak az vagy, amit a koponyát csontbontozatat akar, az emberi tudat kizárólag egy hálózat, a neuroxonális hálózat működésnek az eredménye. Na, erre szeretnék majd kilukadni, hogy a természeti lélek, a népek lélek hármassága számomra mert három hálózatra vezethető vissza. Tehát én azt mondom, az a hozzáállás, a nagyon elterjedt paradigma, hogy minden, ami te vagy, az egy hálózat, a neuroxinális, az agy működésének az eredménye. Ezzel nekem problémáim vannak. A legalapvetőbb probléma az, hogy egy kicsit én abortált fizikus vagyok. Valaha fizikusnak készültem. Úgyhogy jobban rajta tartom a szememet ilyen dolgokon, mint esetleg a többi kollégáim, tehát engem zavar az, ami a kvantumfizika alapvető enigmája, hogy a megfigyelő megszabja a mérés következményét. Ugye? A megfigyelő döntésétől függ, hogy az a foton hullámként vagy részecskeként fog átjönni, és a réseken azt a rajzolatot adja. Na most, az az elképzelés, hogy a tudatunk az, mint egy epifenomén, mint egy izzadmány az agy működésének, hogy lehet az, hogy egy elektrokémiai szerv beleszól kvantum folyamatokba? Szóval ez már nálam ez nagyon nagy problémát jelent. Aztán ott van Crick, ugye, a kettőspirál egyik felfedezője. Kettőt említenek a szexisták, a harmadikat, Rosalind Franként ugye kihagyták a hölgyet. Na mindegy. Szóval ő azt mondja, hogy a élete utolsó éveibe a tudatossággal foglalkozott, azt mondja, nem vagy már csak egy csomag neuron. Hát, minden tiszteletem a DNS felfedezőjének, de ilyenkor ilyen kijelentésre az a válaszom, hogy te. Engem hagyjál ki. Ez egy redukcionizmus, nem a bajom, de nekem félek a saját hangomtól, ott visszhangolt.
Ja, csak... Tudom, én nekem ott visszhangzik vissza. Jó. Tehát a redukcionalizmussal az a baj, ha szélsőséges, és nem csak a materializmus jellegzetessége. No. Gyakran azt hiszik, hogy nem. Egy pszichoanalitikus és redukcionalista, amikor azt mondja, hogy semmi más nem, vagy csak egy csomag komplexus, vagy egy szociálpszichológus, aki azt mondja, hogy a szociális szerepek halmaza, ez mind-mind redukcionizmus. Tehát ez engem mind-mind egy kicsit irritál, és többek között irritál az, hogy mindaz, ami mi vagyunk, a tudatosságunk, élményeink egy hálózatra vezethetők vissza. Nem, látni fogják, hogy az enyém egy megengedőbb, és lehet, hogy ennek van jövője, nem a kizáró jellegű megközelítésnek. Na most... Be szeretném mutatni a nyugati tudományos gondolkodás legnagyobb hibáját. Nem tudományos hiba, emberek sorsát beavatkozó hiba. Nevezetesen az, hogy a nyugati tudományos gondolkodás teljesen megfelel az Aaron Beck negatív kognitív sémájának. Ugye mit mond, aki merész és kimondja a Richard Dawkinshoz hasonló meg Francis Crickhez hasonló krakélettudósok, ezek már a legtöbbi azért nem meri kimondani, csak gondolja. Tehát mi csak az véletlen játékának vagyunk a produktumai. Ha újra pörgetnénk, mint egy videószalagot vissza az evolúciót, és újraindítanánk, lehet, hogy nem is lennénk itt. Akkor sorsunk itt iránt közömbös univerzumban élünk, itt az antropikus principium se segít, sőt, tudjuk, hogy mennyire kapálóztak ellene, ugye? Hogy mennyire nem akarta a tudományos közvélemény azt befogadni. De én azt mondanám, hogy akár van antropikus principium, akár nem, hogy én Frecska Ede Kisköcsén utca 19-ből itt vagyok-e vagy sem, az univerzum számára abszolút közömbös a nyugati tudományos gondolkodás szempontjából. Tudom, hogy vannak olyan szemléletek, ahol nem, de most a nyugati tudományról beszélek. A semmiből jövünk és a semmibe tartunk. Hát ugye pszichológusok közül szép számon vannak itt, nem kell magyaráznom. Az egyik az emberi fajra vonatkozó állítás, a másik meg az egyénre, és ott a jobb oldalon az Aaron Beck-i negatív kognitív séma, teljesen egymásnak megfelelőek. Tehát, ha az Aaron Beck kognitív triádja megbetegítette az egyént, hát akkor talán nem olyan nagy elrugaszkodás, ha azt mondom, hogy akinek a fejében ez a séma van az egész emberiségre vonatkozva, hát az is hajlamosabb megbetegedésre, mert egy kisebb rendőrségi dogmába, doxazmába szenved. Na most persze tudom, hogy hol a baj. Tudom, a baj az ott, hogy a tudományos gondolkodás szigorúan rendszerépítő, és szigorúan overexkluzívnak kell lenni. Tehát csak azt engedheti meg, ami nagyon jól le van tisztítva, bizonyítva van több oldalról, tehát nem tudom hibáztatni ezért, ez nem baj, mert tudjuk, hogy a New Age-es gondolkodás az meg nagyon megengedő, sok mindent beenged, úgyhogy nehéz megtalálni az egyensúlyt, de legalább tudjam, ismerjem a határaimat. Tehát én magamat akkor egy olyan kutatónak tartom, aki követi Clint Eastwood kedvenc színészemnek a ugye megjegyzés, egy férfinek ismerni kell a korlátait, ahogy a Magnum Force-ban mondta, miután elfújta a Magnum csövét. Na, aki negatív sémákról beszél, akkor említsem pozitívat is. Itt vannak pozitív kognitív sémák, a világbölcseletek és vallások tételei, amelyek mögött Roger Walsh nyomán én is ugyanazt látom, hogy lényegében ugyanarról szólnak, minél jobban megismered, annál jobban megismered a külvilágot, az univerzumot is, és ugye ez a fajta kognitív séma, amit imádunk a pszichoterápiás képzéseken elsőként odarakni, ismerd meg önmagad, de ez a tipikus nyugati ismerd meg önmagad tanítása, ugye ismerd meg motivációs rugóidat, ismerd meg coping stratégiáidat, és akkor tudod, hogy hogyan szúrjál ki a többiekkel, hogyan boldogulj az életbe. De a Delphi orákulum nem erről szólhatott, mert ezt a második részét már nem említjük. Tehát azon a dián, amiről én leszettem az első részét, az nem volt ott, hogy ismerd meg önmagad, és így feltárulnak előtted a kozmosz és az Istenek titkai. És ezáltal ez is felzárkózik az előzőkéhez.
És lényegében a hinduizmus mondja ki ezt, ami ezekben a bölcseletekben benne van, hogy a belső lényeg és a külső lényeg azonos. És itt már kezdünk, ugye világ, már filozófiai síkra jócskán belemerülni, tehát valószínűleg a nagy vita az európai filozófiákban, idealista, materialista között az azért van, mert itt inkább egy közös alapról van szó, tehát nem annyira anyag és elme, hanem valami, ami közös mindkettőben, egy közös dinamikus alapból indult ki, amit jól ismernek a szufizmusban, mint forrás, a kabbalában, mint ruach, kedvencem a polinéz miszticizmus ezt akának nevezi, ami mind a való anyagi világot, mind pedig a mentális síkot magába öleli. Ugye László Ervinnel gyakran beszélgettem, ugye ő a Akasha Holofieldről beszél, a fizikában zero point energiamezőként jön ez elő, ez a, ugye, amit David Bohm az implicit rendvilágának nevezett. Nos, tehát ez a pozitív üzenete a misztikus tanításoknak szemben a nagyon redukcionista természettudományos szemlélettel, hogy az ember az univerzumban horgonyzott spirituális lény, ennek megfelelően ugye madács, ebben egy kicsit tévedett, hogy nekünk nincs tragédiánk, csak az emberkének van, aki teljesen le lett szalámizva, a spirituális, szociális és pszichés rétegét lehántották róla. Na most az örökkévaló filozófiák, ugye már Leibniz beszélt róla, aztán Aldous Huxley is ezt előhozta, ezzel tisztában vannak, hogy az Atman Brahman azonosságával, és ugye az élet célja, hogy felismerjük az isteni szikrát magunkban és annak szent alapját odakint. Úgyhogy ez lenne a megvilágosodás, bár én ezt most átsiklom, mert ez nem annyira mai témánk, de lehetne erről sokat beszélni, a megvilágosodás útjai, ugye a meditatív, kontemplatív út, tantrikus és bizony a traumatikus, a sámáni út az utóbbi közé tartozik. A módosult tudatállapotokról azért akarok beszélni, mert említettem, hogy a lélek hármasságát a természeti népek egy tapasztalati síkról kapják, nem spekulálnak rajta, ebben pedig a sámáni tudatállapotnak szerepe van. A sámáni tudatállapotot nem győzöm hangsúlyozni, egy integratív jellegű tudatállapot, mert a szakmán beliek, ha erről hallanak, akkor részegség, delírium, pszichózis jut eszükbe, ezek dezintegratív állapotok, semmi köze ehhez. Egy sámáni tudatállapotnak azon már rég túl vagyunk, amit 40-50 évvel ezelőtt pszichoanalitikus talajról, a sámáról gondoltak, hogy neurotikus, meg pszichotikus, meg epilepsziás, meg hasonló. Jó, persze voltak köztük epilepsziások, de nem ezért voltak igazából sámánok. A módosult tudatállapotok közül inkább arra hivatkoznék, amit ugye a hinduizmusban moksának, joga, samadhinak ismer, a zen szatorinak. A nyugaton ezek a módosult tudatállapotok, amelyet úgy is ismerhetünk, mint unió misztika, nominális állapot, ezek eléggé marginálisak. Ugye a transpersonális pszichológia, pszichiátriába próbáljuk ezeket a tudatállapotokat behozni és a gyógyítás szolgálatába állítani. Tehát a nyugatról azt szoktam mondani, hogy a tudatállapot szempontjából monokultúra, olyan, mint egy kukoricaföld, ugye semmi más növény nincs ott, semmi más növény nem fér meg, míg más kultúrák, Erika Bourguignon, Michael Winkelmann, ugye azt vizsgálta, hogy kb. 300 emberi kultúrát törzsit, nem törzsit megvizsgáltak, és 90%-ukban a módosult tudatállapotok valamilyen formáját ott kultiválták. Hát ez nálunk, tudjuk, ez nagyon a perifériára csúszott, ugye underground, meg egyéb téren, mert a nyugat számára ezek a módosult tudatállapotok elmódosultak, patológiásak, meg hasonló, és mint biológiában is érdekelt kutató, számomra a diverzitás egy nagyon fontos szempont, az evolúció számára az volt, tehát ha nem diverz a tudatállapotok kultiválása a mi kultúránkban, annak evolúciós zsákutca lehet az eredménye.
és lényegében, hogy melyik kultúra, nehéz mondjuk kultúrák között ekvivalenciát vagy diszekvivalenciát keresni, de mindenképpen azok a kultúrák a diverzebbek, amelyek több tudatállapotot kultiválnak. Tehát ez volt az a cikk, amit László Ervin lapjában megjelentettem, és ugye már Galénusz előttem is hangsúlyozta, hogy a lényeg a lélek vonatkozásában, hogy több mint egy formában, három különböző lokalizációban létezik. A lokalizációt illetően én nem annyira testben keresem azt a három lokalizációt, ahogy ő próbálta megtalálni. A cikkemben végigmentem kb. 5 világrész sámáni kultúráján, és itt csak a táblázatban egy párat hoztam össze, ebből már látható, hogy mire alapult az érvelésem lényegében. Nagyon szembeösszökő volt, hogy az illető népek a saját nyelvükön valami olyan lélek egységekről beszéltek, amit Ernst Arban, a Wundt pszichológus iskola nyomán éltető léleknek, egónak és szabad léleknek tartott. Társszerzőm Henk Wesselmann, ő pedig testlélekről, mentális lélekről és oversoulról beszél. Lényegében ez lenne, amit a halthatatlan léleknek tart az ezoterikus irodalom. És a Hawaii Hunában Unihipili, a testlélek, nagyon fontos szerepe van a testléleknek a Hunában, a kahunák misztikus tanításaiban, egy fontos interfész a halhatatlan lélek, az Aumakua és az Uhane, a mentális lélek között. Erre majd próbálok kitérni a későbbiekben, hogy ez vajon ennek mi a relevanciája. A suároknál Arutam, Muiszak, Nekás az ő nyelvükön. Na most a lakotasziuknál talán olyan törzset, ahol 4 van, elismerem, tehát vannak kivételek, de említettem, ha elfogadjuk a sámáni világkép 3 rétegét, és tudjuk, hogy ott is vannak kivételek. Csak ide tettem összehasonlításképp az ókori egyiptomit, amit megpróbáltam beszorítani ebbe a hármasba, de rögtön a cikkben szerényen meg is mondtam, hogy az egyiptomi lélekkoncepciót már sokan megpróbálták katalogizálni, és mindenkinek beletörött a bicskája. De aki ismeri egy kicsit az egyiptomi lélekkoncepciót, hogy nézzen utána, hogy vajon mennyire passzol be, amit én ide raktam. Ugye a Kaib lenne a testlélekkel kapcsolatban, a mentális lélekkel pedig a Barrenschaut. Az archaikus görög gondolkodásban is megjelenik ez a hármasság, és ugye a psziché az nem azt jelentette az archaikus görögben, amit aztán évszázadok során különböző módosulások. Tehát a psziché náluk a halhatatlan lelket jelentette. Az apa-fiú szentlélek azt nem akarom beszorítani ebbe a hármasságba, ez már csak azért jelent meg, ugye, mert hát a legalapvetőbb hármasság nálunk, a mi kultúránkban a Szent Hármasság. Íme Walt Disney fantáziáját, amikor néztem, megdöbbenve láttam, hogy ott is a lélek hármassága jelenik meg. A legelején megjelenik a szarvas, ugye leheletével a tündérkének ad életet, aki számomra valamiféle spiritus animalis életet adó lélek, jelent meg. Ugye az ő nyomában kizöldelt a növényzet, és én az individuális egyéni lélek az eléggé destruktív formájában mutatta meg magát ebbe a Walt Disney filmben. Tehát íme, kedves hallgatóim, lehet ellenőrizni, a hármasság itt is előjön. Még ötleteket hallok, hogy még hol máshol. Tehát hogy próbálom ezt értelmezni? Ehhez ki kell térni a megismerés két útjára, amiből mi pszichológusok, pszichiáterek, meg sokan mások az egyikről hallunk állandóan, arról, amit én a perceptuális kognitív megismerésnek tartok, és ezzel szemben oda teszem a direkt intuitív megismerést, és ezeket teljesen egyenrangúként próbálom felfogni.
a cikkeimben dualitásról és komplementaritásról beszélek. Tehát egyik se tehető a másik fölé. Nagyon érdekes, hogy ez a dualitás, komplementaritás ott van a szenzoros percepcióban is. A látásnak két csatornája van. Ott is megjelenik a kettőség. Teljesen két különböző pályákon, kétfajta, ugye a foveális és a retinális. Mind a kettő kell. Retinális nélkül csőlátásunk van, meg hasonló. Semmi köze, ha valaki arra gondolna, bal és féltekés kogníció. Nem, én itt nem annyira bal-jobb, hanem egy más típusú dihotómiáról beszélek. Arra akarok itt kitérni, hogy a tudatosság szerveződésében a mai idegtudományok teljesen a neuroaxonalisnál horgozottak le. Teljes joggal, ezt lehet talán évszázadokon keresztül tanulmányozni, és mindig lesz benne feltáratlan. De mi van akkor, hogyha más hálózatok is beleszólhatnak abba, ami vagyunk? Ugye ez az előző ábrám, ez arra próbált rávilágítani, hogy a jelenlegi gondolkodás a szaggatott vonalon felüli struktúrákat másképp kezeli, mint a szaggatott vonalon aluliakat. A szaggatott vonalon aluli struktúrák, mint egy szubszervilisek, kiszolgálják a szaggatott vonal felettieket, és igazából a bottom-up, top-down interakciók ott fent zajlanak, ide lent semmi, ezek csak ilyen szupportív rendszerek, és mindegyik réteg itt a szaggatott vonal felől beleszól, hogy tulajdonképpen hogy is gondolkodunk, mi is vagyunk. Tehát például bottom-up, top-down az, hogy egy faj egyedein belül hogyan alakulnak a szinaptikus, neuroaxonális kapcsolatok, annak van egy bottom-up hatása, hogy végül is milyen szociális közösségeket alakul ki, de a szociális közösségeknek is van egy top-down hatása a neuroaxonális szerveződésre. A lenti részek mintha nem szólnának bele, csak lehetővé teszik a fentiek függőzőt. Na most itt én azt javaslom, mi van akkor, hogyha az alsó szintek is valami nagyon karakterisztikusok hozzátesznek ahhoz, ami vagyunk. És itt a non-lokalitást hozom be. Tehát itt jelenik meg az a méret a struktúrában, ami képes arra, amit a jelenlegi fizika non-lokális információ vagy szignál felvételként tart számon. A non-lokalitásról annyit, hogy nagyon hozzátartozik most már a jelenlegi világképünkhöz, illene, mert nem csak hogy a kvantumfizika második pillére lett a Heisenberg-féle határozatlansági reláció mellett, de valahogy az univerzumnak ez egy teljesen másik arculata. Teljesen másik arculata. Ugye eddig az univerzumot arról az arculatáról ismertük meg a makroszinten, hogy energiacsere zajlik benne. A non-lokális univerzumban ott kvantumkorrelációk történnek, és ugye azok jelennek meg a esetleg ugye energiacsere szinten a lokális téridő által korlátolt univerzumban. Aki nem ismerős ebbe a fogalom, akkor azt mondanám, amit a nyújtsések azt mondanak, hogy minden mindennel összefügg, na hát akkor durva analógiával ez lenne a kvantumfizikában a megfelelője. Elemi részecskék, amelyek valaha egy kvantumrendszert alkottak, ha el is vannak választva, továbbra is kölcsönhatásban maradnak. A gamma-bomlás, pozitron, elektron fényévekre vannak egymástól már, de megváltozik az egyik állapota, megváltozik a másiké is, és nincs köztük energiacsere, nincs köztük információcsere, egyszerűen korrelációváltozás van. És ezt feszegetem, hogy mi van akkor, ha erre ez a bizonyos non-lokális szignál hatás valamiképpen bennünk is megjelenik, mi is képesek vagyunk, és abban a pillanatban már értelmezhetővé válnak nagyon érdekes jelenségek, olyanok, amiket Stan Grof anomáliáknak, anomalíznak nevez. Igen,
prekogníció, telepátia, sámáni utazás, sorolhatnám valahogy, esetleg értelmezhetőek. Jó, messze vagyunk még, tehát itt már messze a... Igen, jó. Na, tehát itt arról van szó, hogy nézzük csak utána, tehát milyen más struktúrák alkothatnak meg bennünket. Lépjünk mélyebbre a neuraxonálisnál. Mikrotubuláris rendszer van bennünk, ami átsző bennünket a fejünk búbjától az ujjunkhegyéig, mert sejthatár sem tart tiszteletbe, sejtjeink között néha nagyon szoros összeköttetés van, és ezenken keresztül a mikrotubulusok áthatolnak. Itt már csak fantáziálnék, hogy esetleg ennek a mikrotubulus hálózatnak is van valamiféle anatómiája, amit esetleg a távol-keleti medicína, ugye a meridiánok vonalába térképezett fel. De még ez sem elég finom a mikrotubuláris, az ilyen kvantumkorrelációk behozatalára. Inkább lejjebb kell neurofibrilláris szinten, vagy citoszol szinten keresni. A lipoprotein membránok talán azok képesek arra, hogy valamiképpen egy nonlokális módon megjelenítsék a külvilágot, reprezentálják. Na most ez a lényege, amit mondani akarok, hogy a megismerésnek két formája van, mert a külvilágot kétféle módon tudjuk reprezentálni önmagunkban. Az egyik ugye az érzékszerveken keresztül, energiacserével, a másik reprezentációja a külvilágnak megtörténhet a nonlokális korrelációk révén, de érdekes módon ez már nem az agyban, hanem az egész testünkben. Ez Stuart Hamerow, aki elsőként vetette be fel a neuraxonális alatti szintek fontosságát az emberi tudatosságban. Tehát az ő gondolata az volt, hogy ha egy fehérje konformációja, struktúrája megváltozik, megváltozik a energiaállapota, ha megváltozik az energiaállapota, megváltozik a tömege is, és a tömegváltozás pedig a téridő struktúrájában hagy maga után változást. Tehát a gondolat lényege az az, az élet ugye energiacsere Einstein a speciális relativitás elmélet alapján tömegváltozással jár, hogy a tömegváltozás pedig a téridő struktúráját. Senkit ne zavarjon meg, hogy ez valami rendkívül minimális. Kvantummechanikában már voltak olyanok, hogy rendkívül minimális hatásoknak messzeható következményei voltak. Számunkra egy a lényeg, és a halhatatlan lélek koncepciójának a megértéséhez itt ez fontos, hogy ahogy élünk, lenyomatot hagyunk a világban. És már nem csak biológiai rendszerben, nem csak biológiai hálózatban. Igen, ez volt Penrose, oxfordi matematikus kapcsán felvetette ezt, hogy ami történik bennünk, ott van a lenyomata a téridőben. Ők még mindenféle bonyolult spin networkökről beszéltek, és tudjuk, hogy László Ervin egyszerűen Akasha Holofieldről beszél, aki egy kicsit követi a kozmológiát, a fizikát, felvetheti, lehet, hogy ez a bizonyos Holofield, ami ugye feltételezünk, hogy valamiképpen ott áll egységben a materiális és a mentális világ hátterében, lehet, hogy ez lenne az a kétdimenziós sík, ami az univerzum esemény horizontján van. Ugye az utóbbi pár évben jött ez elő, hogy az, amíg mi itt vagyunk, mi itt látunk, az egy kétdimenziós hologramnak a projekciója három dimenzióban. Tehát ezzel a másik fajta információfelvételi móddal, amit elneveztem direkt intuitívnak, nem jobb féltekés. A jobb félteke közelebb áll ehhez, de ez valami mélyebb. Itt nem idegi működésről van szó, valami alacsonyabb szintről. Tehát ez a direkt intuitív információ felvétel tehát képes az univerzumot megjeleníteni bennünk. És akkor íme a mindenség, mint hologramként megjelenik, és különböző hermeneutikus tanítások hirtelen értelmezést nyernek, ugye? Ahogy fent
úgy lent, néha úgy is mondják, ahogy kint, úgy bent. Az ő van mindenben, és minden ő benne van. Nézd magadba, te vagy Buddha. Igen. Tehát ezek a misztikus kijelentések, mintha valamiféle más értelmezést nyernének. Nevezetesen, mintha esetleg átfordíthatók lennének a egyfajta nyugati gondolkodás modellbe. A megismerés két formáját próbáltam így összehasonlítani. Fontos szempont. Amikor mi megismerésről beszélünk, állandóan megismerés kívülről. Ugye ez a tudományos megismerés lényege, objektív. Objektív, tehát kívülről közeledem hozzá. Nagyon érdekes a megismerés kívülről, learning by observation from the outside, ugye angol nyelven, azzal szemben áll learning by observation from the inside. Ez számunkra teljesen idegen. Megismerés belülről, hát jó, legfeljebb önmagamat, a saját érzelmeimet, stb., a bélcsikorgásomat, stb. De a sámáni kultúrák teljesen másfajta belső ismerésről beszélnek. A megismerés belülről, egy sámán ezt jól ismeri, az ő módosult tudatállapotába, ő a jaguárrá válik, és így tanulja meg, hogy egy jaguár hogy viselkedik, mit és hogyan tesz. Ugye ez számunkra zöldség? Nekem nem. De szerintem azért vagyunk itt, mert sokunk számára nem. Csak egyelőre valahogy nem értjük. Akkor a perceptuális kognitív, ami modellalkotó nyelvre alapul, a direkt intuitív megismerés pedig, ez a kimondhatatlan. De aki átesett hasonlóan, annak már nem is kell magyarázni, csak egymásra bólintanak, rámutatnak, értik, miről van szó. Nagyon fontos, hogy nem véletlen, hogy ezt a direkt intuitívot nem tanuljuk, hát ezt nem lehet iskolapadba átadni. Abban a pillanatban, hogy a 6 éves gyerek beül az iskolába, a felső megismerés módot az dominál, mert hisz azt lehet átadni. Ezt a második módot, ezt gyakorolni kell. Érdekesége, hogy nincs szubjektum-objektumra hasítás, és sokak számára kevésbé ismert, de aki hipnózisban jártas, jól ismeri ezt, hogy van bizonyos megosztott tudatosság. Vannak rendkívüli helyzetek, amikor a hipnotizőr és a hipnotizált valahogy ugyanabba a tudatállapotba kerül, valahogy ugyanazok az információk mennek rajtuk keresztül, annélkül, hogy egymással kommunikálnának. Leírták ezt sámáni rítusok közepette, hogy az egész törzs, például egy ajaszka ceremónia kapcsán ugyanazt vizionálta, ugyanazt látta, ugyanazt tapasztalta. Számomra, mint tudós számára ez azért megdöbbentő, mert ez verifikálható. Csak valakinek kéne ezt tesztelni. Na, íme a non-lokalitás egy nagymestere. Tehát én azt vallom, hogy az autentikus sámán, nem az a sok kókler, akit már most ajaszka turizmus kapcsán lehet találni Dél-Amerikába, tehát ők az univerzumnak egy másik oldalát ismerik, amit mi kevésbé. Ne zavarjuk meg, hogy hiányosan öltözött és nincsen cucca, de valamit másképp tud. Tehát az előzőek alapján ezt a három hálózatot tartom fontosnak az emberi tudatosság és élmények mediálásában. Ugye ott van a tetején az agy, a neuroaxinális. Említettem, hogy van egy szubcelluláris, valószínűleg membránhálózat, ami szintén képes valamiképpen a külvilágot reprezentálni, megjeleníteni bennünk. Felül a információ energiacserével jut be a érzékszerveken keresztül, itt pedig kvantumkorrelációk révén valamiféle hologram formájában megjelenik a külvilág. Számomra a testen kívüli élmény, amikor verifikálható információt néha az illető szerez, valószínűleg abból ered, hogy pásztázik a figyelem ebbe a belső reprezentációba, és nem pedig azért, mert elhagyja a tudat a testet. Ez nekem valahogy egy kicsit sántít. És engem nagyon érdekelt, hogy a sámáni utazás hol zajlik,
Ezt is inkább valahogy úgy képzelem el, hogy egy ilyen non-korrelációs összefüggések révén lecsapódó informatív mezőben, tehát ez lehet a forrása, és így tud valamiféle tudást a szakmám őse behozni. Tehát amit felvetettem a lélek fürtjével kapcsolatban, akkor ez így jelenne meg, hogy a neuroaxonális hálózat lenne a mediátora annak, amit mentális léleknek tartunk. A szubcellulális hálózat ugye a testlélekért volna felelős, és egy bizonyos nem biológiai hálózat, az pedig, amit a Oversoul vagy a szabad lélek, vagy amit a halhatatlan lélekként ismer az ezzel foglalkozó európai irodalom. A cicák azok úgy kerültek oda, ugye, hogy mit mondott Karinti, hogy álmomban két kis cica voltam és játszottunk egymással, én azt mondom, hogy tévedett, mert három. Van-e a növényeknek lelke? Bizony, na most erről beszéljünk egy kicsit. Az én mondanám alapján a növényi tudatosságot és információ feltolgozást akkor oda sorolnám ide, a direkt intuitívhez. Ugye az állatvilág részeként, ugye erről beszéltem, hogy van egy perceptuális kognitív és egy direkt intuitív csatorna. A mesterséges intelligencia, ahogy nézem, ők csak a perceptuális kognitív csatornát modellálják. Hallottam Nobel-díjasokat mondani, hogy igen, téged le lehet downloadolni egy szilikon chipbe. Erre megint a válaszom ugyanaz lenne, mint amit Crickre mondtam, tiszteletlenül, téged, engem nem. Tehát, mert azt vallom, hogy én több vagyok, mint csak a neuroaxonális, perceptuális, kognitív tudás hordozója, és azt a bizonyos pluszt, amit a direkt intuitív tudás révén nyerek, azt nagyon nehéz egyelőre a jelenlegi mesterséges intelligencia paradigma alapján modellálni. Valami nagyon reménykedem, hogy nem is sikerülne, talán ennek a modellálásához az egész a Big Benig kéne visszamennie egy szilikon labornak, és szurkolok, hogy így ezért ne sikerüljön. Na, térjünk csak a növényekre. Tehát a növények kapcsolatában erről van szó, hogy ők erre a képesek non-lokális korrelációk révén valami bődületes tudást felhalmozni, de senkit ne zavarjon meg, hogy nem fogják elmondani. Ugye? Mert nincsen neuroaxonális nyelvi csatornájuk. Tehát egy növényben megbízhatsz. Nem fogja elmondani senkinek. Melyik a legnagyobb élőlény a Földön? Nem a mamutfenyő, sőt, talán nem is ez a Washington állambeli gomba, amelynek a micélium a több köbkilométer és egy DNS határozza meg. Ezt a Populus tremulodes nevezetű erdő, fából álló erdőt is egy organizmusnak lehet tekinteni. Lényegben klónozott egyedek összessége, egy DNS jellemzi őket. Van tengeri növényi, nem vegetáció, ez egy organizmus, egy DNS-ből áll, több mint 100 000 éves, és mi van akkor, hogyha lényegében az egész Földet behálózó növényi gyökérrendszer valami fantasztikus információs médiumként szerepel, és ha valaki arra gondol, hogy zöldséget mondok, vigyázzon, mert Charles Darwin is ezt mondta. Köszönöm a figyelmet.